testvérek, először is hadd magyarázzam meg, hogy mi volt ez a sajátos, anakronisztikusnak tűnő köszöntés, hogy hát azért az utolsó vasárnapon örülök, hogy együtt vagyunk. Hát természetesen tudom én, hogy a naptári évünk az december 31-ig tart, de nekünk van egy egyházi évünk is. Ennek az egyházi évnek most van az utolsó alkalma, ezt így is mondja egyébként a mi egyházi rendszerünk, a belső rendszerünk, hogy ez az örök élet vasárnapja, mert hát valahol afelé mutat minden, ahogy hallottuk a 2 Péter 3-ból, hogy ennek az életnek, amit mi temporálisan leélhetünk a testben, folytatása következik. És kinek itt e földön dől el, a földi életében, hogy mi lesz a folytatás. Az örök élet vasárnapján pedig egy olyan igét olvastam föl, ami tulajdonképpen egyetlen egy dolgot ír le, hogy hogyan működik a keresztény ember. Mert mindennek van valamiféle működési elve. Ha nem úgy működik, akkor az vagy rossz eredményt fog hozni, alul fog teljesíteni, vagy pedig valami kárt fog okozni. Így vagyunk, amikor az autóval megyünk, és hirtelen idegen hangot hallunk, vagy látunk egy olyan jelzést, amit életünkben nem láttunk, akkor tudjuk, hogy bajság lesz. Ott előbb-utóbb valami, vagy rövid, vagy hosszabb távon, valami katasztrófát fog eredményezni. Ezelőtt 147 évvel, ezen a mai napon írta le egy amerikai mérnök, hogy hogyan működik a légkondicionáló. Tehát ma van a légkondicionálónak a születésnapja. És szépen leírja, hogy A, B, C és D elemek hogyan csatlakoznak egymáshoz, milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy a végén, főleg a nyári időben olyan áldott haszna és eredménye legyen, hogy hát nem sülünk meg a saját zsírunkban, és nem fővünk meg a saját levünkben. És nem lehet fölcserélni az elemeket, és nem lehet fölcserélni a rendet. A keresztény ember életében is megvan a rend. Megvan az a működési rend, amihez igazítani kell magunkat, és ha valami nem jól működik, engedjétek meg, hogy ide hozzak egy példát, hogyha nem jól működnek egymással a fogaskerekek, akkor ott vagy alul működik a rendszer, vagy pedig eleve működésképtelen. Mert a fogaskerekek, és itt 7 fogaskerék van, nem nagyon lehet látni, de egyenként el fogom mondani, de hallottuk is az igéből, ezeknek bizony nagyon is egymáshoz illeszkedve kell működni, és ha egy is hiányzik belőle, akkor az egész rendszer működésképtelen. Ez 2000 évvel ezelőtt leírja Pál apostol Timóteus nevű tanítványának, mert a Timóteus az nem egy város, hanem egy név, egy ember, leírja, hogy a keresztény embernek hogy kell működni. Mi a működési rendje? Milyen, így mondom, jelenségeket kell fölmutatni ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy rendben vagyok, úgy működök, ahogyan kell. Nézzük is meg egyenként. Először is azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy figyelj a beszédedre. Bár Timóteus egy lelkész volt, ma így mondanánk, hogy egy lelki vezető, de ebben az esetben nem a prédikálásról van szó, hanem a közbeszédről, a mindennapos beszédmódról.